Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatod. Ricskeszt. A műsor az NKA támogatásával készült. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskeszt legújabb adásammal, a vendégem Kátai Tamás. Szia, Tomi. Hello. Pont előbb kezdtem el neked mondani, hogy itt számolgattam, hogy mikor is voltál legutóbb, és aztán rákezdtek, hogy sokkal régebben, mint én azt emlékeztem, mint én emlékeztem rá, mert nekem valamiért az derengett, hogy az előző lemeznél beszélgettünk, és nem, hanem még talán kettővel előtte. Mert most ugye nagyon termékeny időszak van mögötted, és gondoltam, hogy így most annyira felpörögtek az események a tájkat a fal körül, hogy milyen jól lenne leülnénk beszélgetni. Hát egyrészt kezdjük ott, hogy mikor ez az adás kijön, akkor épp azon a héten jelenik meg azt hiszem az új lemez, ha jól számoltam. Ami azért eléggé más, mint az eddigiek, de azért annyira nagyon radikálisan talán nem. Kíváncsi ennek, hogy te hogy látod, illetve hogy miért lett ez ilyen? Volt annak különösebb oka, hogy most ilyen lett, amilyen, most ez volt kedvem, és akkor így ilyen jellegű dalokat írtam inkább. Nem akartam abba az irányba elmenni. Tehát a Vadaknál az volt, hogy ami az előző lemez volt, hogy a tényleg azt hiszem, hogy 17 vagy 18 vendégzenész volt a lemezen, és már tényleg ilyen nagyon, nagyon kísérletezős volt, és akkor úgy gondoltam, hogy abban most nem volt kedvem nagyon abba az irányba menni tovább, mert már nem is nagyon tudtam volna hova lépni, és még így egyszerűbb dolgok felé indultam inkább, és ez lett a vége, hogy ilyen inkább ezt a kevésbé progresszív, sőt egyáltalán nem progresszív dolgot szerettem volna most kipróbálni, amit már nagyon régen akartam, de most így volt rá lehetőség. Nekem az volt az első benyomásom a lemezt hallgatva, de javíts ki, hogyha tévedek, amit egy picit az is szempont lett volna, hogy ezek abszolút zenekarral is előadhatóak legyenek. Ez azért nem volt szempont, mert amikor ezt befejeztem, ez 21 novemberében történt, tehát akkor még nem is volt meg az első próbánk sem. Tehát a Mezorit az lement a Mátrában, a Fekete Zajos koncert, de amikor a Fekete Zajos koncert volt, akkor ennek a lemeznek az instrumentális része már kész volt. Csak egy pár dalnak a vokálsávja hiányzott. Tehát ez igazából nem játszott köz. Ugye amikor legutóbb beszélgettünk, akkor még azt mondtad, ha jól emlékszem, hogy nem akarsz zenekart, ugye így a tájkat a falban, nem nagyon akarsz élő koncerteket, és ugye a Mezolit is igazából egy tőled kívüli álló szervezés volt. Mm. Úgy indult. Igen, egy dalba játszottál csak, ugye jól emlékszem? Háromba? Mm. Valamilyen egyre emlékeztem, de pedig nem olyan rég néztem meg a Blu-ray-t belőle. Mm. Tényleg banális kérdés, de tökre érdekel, hogy milyen volt először látni a dalaidat másoktól? Tehát ez nem volt olyan dolog, nem tudom, így más is megkérdezte ezt, de nem volt ilyen hatalmas olyan élmény, amit gondolnának az emberek. Én csak azt láttam, hogy játsszák a dalokat. Én lent voltam, ugye néztem végig az egészet, és tényleg így külső szemmel láttam az egészet. Tehát eszembe se jutott az, hogy ezeket én írtam. Egyébként én kb. Erre a reakcióra számítottam, ezért kérdeztem meg. Tehát nem gondoltam, hogy ez valamiféle katarzis, vagy ilyesmi lett volna. De jó volt, mert jól játszottak. Tehát meg a hangulat maga ott egy nagyon-nagyon erős volt, és az egész egy nagy élmény volt tényleg. De én valóban csak úgy éltem ezt át, hogy mint néző szinte, kivéve azt a három dalt, amiben játszottam is. Onnan már egyenes következmény volt az, hogy zenekar legyen, vagy ez még nem volt azért ennyire egyértelmű? Hát ez nem volt egyértelmű, hát ott derült ki az, hogy egyáltalán működnek ezek a dalok élőben, mert ugye senki nem tudta. Tehát ennek nem volt előzménye egyáltalán, mindenki a teljesen nulláról indult neki ennek, és ott derült ki, hogy volt dal, ami tényleg tudott működni, és a reakciók is nagyon pozitívak voltak, és emiatt úgy gondoltuk, hogy itt érdemes lenne megpróbálni egy normális zenekarral, tehát nem egy ilyen szörnyeteg fölállással, ami 26 ember, hanem egy hagyományos zenekarral megnézni, hogy ezt tudjuk-e csinálni tovább, és utána az volt ugye novemberben, így nagyjából így kialakult, hogy ki lenne ebben benne, és akkor azt hiszem, hogy december elején volt az első próbánk.
És az is volt, hogy nézzük meg, hogy ez működik-e, a próbák mennek-e, és ha igen, akkor legyen egy koncert később, és úgy kiderült, hogy nagyjából oké a dolog, és ebből lett aztán április végén az akváriumos koncert, más 22-ben. Amikor a zenekar ráalakulás felmerült, akkor viszont te már tudtad, hogy ebbe aktívan részt akarsz venni? Hát akkor már ez igen. Hát azt már nem lehetett volna megúszni, hogy igen. Csak annyira, tehát annyira bírom azt a szerény attitűröt, ami benned van, tehát ez a tudod, mert hogy kétféle szerény ember létezik szerintem, az egyik, aki szerény, mert ezt várják el tőle, meg aki tényleg szerény, mint te. És ez... Hát én nem tudom, hogy arról volt, hogy én nem nagyon akartam ugye előadni, mert én nem előadónak gondolom magam. És meg főleg azokkal, akikkel most együtt játszok, akik tényleg nagyon jó zenészek. És nekem ez így az nagy kihívás volt, hogy tartani azt a szintet, amit a többiek is a zenekarban. És nem voltam benne biztos, hogy azt én tudom. Mert ez egy dolog, ugye nyilván, hogy a stúdióban az ember mit rak össze azokkal az eszközökkel, amik vannak neki. Azt meg tudom oldani, tehát az oké, de azért élőben az nem működik mindenképpen. És például gitározni nem is akarnék így a zenekarban, mert az azért ott hamarabb lebukik az ember, hogyha nem megy úgy a dolog, és a basszust azt akkor úgy gondoltam, hogy akkor az a legkézenfekvőbb, és akkor azt tényleg nulláról még nem játszottam előtte basszgitáron, hát játszottam a stúdióban ezt, de így komolyabban nem. És akkor elkezdtem gyakorolni én is. Ugye az akváriumos buli az szerintem, nem is tudom, hogy mennyi, de nagyon rövid idő alatt sold out lett, arra emlékszem. Hát két nap alatt. Igen. Uh-huh. És hogy ugye utána azért gondolom megjött az igény erre külföldről is, meg mindenhonnan. Azért mondhatjuk, hogy sikertörténet, nem? Hát inkább az, hogy nem is az, hogy siker, hanem hogy ez egy egész fura dolog, mert nem hiszem, hogy sok zenekar van így, hogy 23 évvel a megalakulás után koncertezik először 10 lemezzel később, és hát emiatt így ez egy ilyen, egyfajta ilyen kuriózum, és szerintem ez is hozzájárul ahhoz, hogy kíváncsiak voltak rá az emberek. De tényleg valóban, hogy eddig azt hiszem, hogy 6. koncertünk volt most, csütörtökön. Igen, és, a Budapest Parkos. Igen, és azért ezek általában jól sikerültek, meg teltházas volt, ami mondjuk egy pár belőle, és hát ez igen, siker. Sikeres. Ugye hát a tavaly voltak fesztivál fellépések is, ilyesmi, és azért azt néztem, hogy most a Parkos buli és a Rossz Idő ellenére azért elég szép nézőszámmal ment le, ami ugye a Platon Karatevvel volt. Ez egy azért valahol egy meglepő párosítás, nem? Vagy csak nekem tűnt furcsának elsőre? Ők szerették volna, hogy mi játszunk velük, tehát ők kerestek minket. Magam is egy kicsit meglepődtem rajta, de én viszont ismertem a zenekart, meg én szerettem is a Platont. Úgyhogy ez nekem ez egy nagyon jó leső dolog volt, és szerintem nyilván zeneileg talán nem annyira egyértelmű ez a dolog, de inkább az attitűdben és a gyökerekben a nagyon sok hasonlóság van a két zenekar között. Amúgy ezt a Platonnal interjúztam, vagy két hete talán, vagy három hete a buli kapcsán, és akkor csináltam ezt, hogy így egymástán hallgattam lemezeket, ezt-azt, és hogy így érdekes, hogy a közeg, amit pedzeget, az sokszor nagyon hasonló, és pont ugye a zenei különbség miatt nem tűnt ez egyértelműnek, de hogy így hallgatva a lemezeket egymás után, meg hogy teljesen kézenfekvő igazából. Nekem ez fontos, és én szeretek is ilyen fura, különleges zenekarokkal játszani, és mi is általában úgy szoktuk összeállítani, hogyha játszunk valakivel, hogy ne legyen egyértelmű a párosítás, hogy izgalmas legyen nekünk is, a másik zenekarnak is, és a közönségnek is. Tehát hogyha ilyen valamiféle hasonló mentális rokonság van a két zenekar között, az számomra fontosabb, mint a zenei rokonság. Mondjuk igen, mert hogy most összerakni két ugyanolyan zenekart, annak túl nagy értelme nincsen, valószínűleg az közönségben is van akkor átfedés, így meg lehet, hogy mindkét zenekar közönsége fedez fel valami pluszt akár az este. Igen, szerintem mind a két zenekarnak jól tud jönni. Milyen élmény volt itthon is egy ekkora színpadon játszani, mint a Budapest Parkja? Azért az egyik legnagyobb szabadtéri színpad. Igen, itthon. Hát azt hiszem, hogy a Brutál Asszolton, amikor játszottunk, az kb. Ez a méret volt, és hát az is egy óriási
szintkülönbség a korábbiakhoz képest. Meg hát ez egy félelmetes dolog azért egy ekkora színpad, így akkor is, amikor üres, amikor meg felmegyünk, és akkor ott van előtted a sok ezer ember, az félelmetes. De igazából nekem onnantól, hogy fölmegyünk a színpadra, így ez kikapcsol teljesen, úgyhogy nem zavart onnantól kezdve. Az addig, amíg nem mentünk fel, addig igen. Volt rúk előtte? Hát volt. Mert a Parkasbúdra nem tudtam elmenni sajnos, de megnéztem, mint ilyen telefonos felvételeket, meg ezt nem szoktam sose, de kíváncsi voltam, hogy milyen volt a hangulat, meg ilyenek, és azt láttam, hogy már annyira egybe van a csapat, hogy tehát, hogy tudod, ez a innen következő lépés a világuralom. Hát arról van szó, hogy sokat próbálunk, és így minden vasárnap próbálunk, erre is már nem is tudom, január vége óta, így szinte minden vasárnap az volt, hogy próba, és akkor az vagy fél nap arra rámegy. Úgyhogy azért nyilván ennek megvan az eredménye egy idő után. Meg szereti mindenki ezt, meg szeret mindenki zenélni, és így emiatt így van most már némi színpadi rutin is így ebben a produkcióban. Bár mondom, ez még csak az adik koncertünk volt, tehát azért az nem olyan nagyon sok, így másfél év alatt, vagy két év alatt. Nem is, bocsánat, egy év alatt. Mert 22, igen. Tehát így, hát most egy év, igen. Hát egy év alatt, de hát így tök jó, hogy ez így látható. De nem készültünk erre így különösebben, tehát ugyanazt csináltunk, mint eddig, hogy csak próbáltunk, és a színpadon meg történik, ami történik kell. Ez nincsen, meg nincs csere stratégia nekünk. A kicsit visszatérve az Alföld lemezre, az volt a benyomásom nekem, mikor hallgattam, hogy ugyan picit talán sötétebbnek mondható zeneileg, mint az előző 2-3 lemez, viszont valahogy van benne egyfajta ilyen felszabadultság is. Nem tudom, hogy te hogy érzed, vagy hogy látod. Hát olyan szinten van benne, hogy így, ez egy örömzene igazából. Tehát ez, hogy nem volt ennek tétje. És lehet, hogy ez a tét nélküliség, ez benne van. De ebben mindig így van ez, de most különösen az volt, hogy én csak szerettem olyan zenét játszani, ami így könnyen jön. És nem nagyon erőlködtem vele. Tehát nem akartam tényleg megfejteni semmit sem, meg kitalálni olyan dolgokat, ami eddig nem volt, hogy nagyon-nagyon progresszívnek, meg avantgárdnak lenni. Ez, tehát csak dalokat szerettem volna jönni, és most ez volt. Azt tudom, hogy a következő lemez, ami ezután jön majd, az megint más milyen lesz. Mert az is már nagyjából megvan. Biztos voltam, hogy ha máson, akkor legalább terv szintjén létezik, igen. Hát nem terv szintjén létezik, hanem teljesen kész van szinte, csak most a keverés jön majd. De ez azért van, mert ezt a lemezt is, mert 20, mi van most? 23 van? 21 novemberében adtam le. Tehát az már másfél évvel ezelőtt. De ilyenkor miért telik el ennyi idő a megjelenés? Azért, most konkrétan azért telt el ennyi idő, mert közben megjelent a Mezolit koncertalbum. Ja, igen. És a kiadónak mérlegelni kellett, hogy nagyjából egy időben lett kész, mire befejeztük annak a keverését, meg a borító, meg összeraktuk a Blu-ray-t, az tényleg sokáig tartott, és közben megint csináltam az Alföldet is, és így nagyjából körülbelül egy hónapon belül küldtem el mind a kettőt. És akkor a kiadónak mérlegelni kellett, hogy melyiket hozzuk ki először. És abszolút azt tűnt észszerűnek, hogy ahogy a koncertlemez, ez egy lezárt egy korszakot. Igen. És akkor így emiatt az Alföld viszont csúszott egy jó fél évet, több mint fél évet. Az új lemez, ugye az már akkor abban az időszakban született kb. Ha jól számom, amikor már ugye volt zenekar, meg próbáltatok meg ilyenek. Mármint melyik új, az Alföld vagy a következő? Nem, a következő. Igen. Amilyen, hogy ettől független az ott is ugyanúgy te csináltál mindent. Igen. Tehát, hogy akkor ez marad így, ez a folyamat. Hát ez úgy van, hogy az én fejemben ez úgy, hogy van a zenekar, meg van a lemez, a stúdió projekt, és ez két külön dolog. Ugyanakkor ebben a stúdiós dologban, ebbe bevonultam mindenkit a zenekarból, tehát a következő lemezen azon mindenki fog szerepelni valahogy az élő felállásból. Kivéve szegény Árpit, mert a dobgép van még mindig, úgyhogy. De ez egyszerűen egyszerűbb. Tehát, hogy így sokkal könnyebben megcsinálom a dolgokat, így nem nincs akkora varia vele, mint az élődobossal, de majd kitalálok valamit neki legközelebb tényleg, mert megérdemelni. Változtatott szerinted valamit
a zenén, meg a hozzáállásodon az, hogy elkezdted a koncertezni? Hát én remélem, hogy nem. Tehát ezt abszolút próbálom kizárni. Most is az van, hogy össze-vissza hangolgatom a gitárt is, és nem tudom, hogy ott csináljuk majd meg ezt élőben az új dalokkal, de ezt majd akkor kitaláljuk, mikor odaérünk. Jó, hát mindig kellnek nehézségek, nem? Tehát... Mert ez két külön dolog, hogyha nem akarom limitálni magam, mert azt tenném, hogy akkor most erre optimalizáljam az előadásra ezeket a dolgokat, akkor már valamilyen korlátok közé kell, hogy szorítsam. Így viszont nem kell. És akkor úgy vagyok vele, hogy ha nem tudjuk eljátszani, akkor majd játszunk valami más régi dalt, van elég. Mert tényleg van, vagy én nem tudom, most ez a 12. lemez lesz, az nem tudom, 120 dal. Van olyan dal, ami szerinted nem feltétlen adható elő koncerten? Persze. De te nagyon szeretnéd játszani? Ennek ellenére? Mert nyilván van, például én is tudnék mondani ilyet, csak hogy... A sajátjaim közül? Uh-huh. Hát nem az van. Nem, például volt, van egy ilyen, hogy van egy dal például, amit én felvetettem, hogy azt lehetne játszani, és akkor így leszavazták a többiek, hogy nem érzik magukénak. És akkor jó, akkor azt nem játszunk. Szabad tudni, hogy melyik vagy? Ez a Kis Csikó című dal. Oh. Mert ugye hát szerintem érthető is, hogy miért, igen, mondták azt. Az is érted, hogy én miért szeretem, mert nem szeretném, nem tettem volna fel a lemezre. De hát ez így van, hogy akkor nem csúszik a többieknek, akkor nem játszunk, mert az a lényeg, hogy mindenkinek jó legyen. Úgyhogy van ilyen, pedig azt elő tudnánk adni talán. Szó. De én nem erőltettem emiatt, mert nem kötöm az ebet a karóhoz, mert van másik. Tehát egy csomó mindent lehet játszani. Így is állandóan azon megy tehát az a probléma épp, hogy mit hagyunk ki, hogy miért hagyjuk ki, mit tegyünk be, mert mindig nagyon kevés az idő. Hát igen, nem is tudom, milyen hosszú koncert lehetne az ideális, hogy így minden. Igen, meg van egy csomó hosszú dal, amit tök jól lenne játszani, de hogyha játszunk ki 3-4 ilyen hosszú számot, akkor vége a koncertnek, és akkor kimarad az, amit egyébként is csak el kellene játszani, és ugye ez probléma. Úgy meg nem szívesen csinálom, hogy így a mai 16 perces szám, és akkor játszunk bele 4 percet. Ja, hát igen, mert hogy neked akkor melyik 4 percet? De csináltunk ilyet, mert a Csillagkót azt úgy játsszuk, hogy az utolsó 2 percet játsszuk a 9-ből. Úgyhogy... Azért ez nehéz, nem? Tehát ezt így kivitelezni. Nem is az, hogy kivitelezni, hanem hogy megcsonkítani. Hát az mondjuk egy kicsit megvolt eleve, mert ugye arról annak idején készült egy klipp is, és az már eleve úgy volt, hogy az utolsó 2 percre készült. Mert nem tudtam összevágni 9 percnyi atombombát, mert a 2 perc az elég volt hozzá. És az valahogy az úgy maradt a fejemben, hogy az a rész az úgy jó, de azért ez azért disznóság szerintem, hogy nem játsszuk az egészet. De az meg nehéz. Van olyan lemez szerinted, így a diszkográfiában, ami mondjuk tök jó lenne egyszer eljátszani elejétől a végéig? Erre gondoltunk, hogy majd későbbiekben lehet, hogy lesznek ilyen tematikus koncertek, hogy csak egy lemezt. Van. Nyilván mondjuk a Rengeteg az adná magát, mert az egy ilyen nagyon slágeres lemez, és azt teljesen jól lehetne adni, elő lehetne adni az 60 perc. De egyelőre még nem tartunk itt, hogy ilyen típusú koncertekben. Nekem egyébként 3 lemez ugrott be valamiért, mm-hmm. Az egyik pont a Rengeteg. Mm-hmm. A Geometria a másik. Abból is már tőlem, hogy 6 számot is játszottunk már. Hát meg a Szkűr, ugye, ami nekem a Szkűr. Hát az nem mondtam volna. Van két 16 perces dal. Igen. Aminek az egyik fele az ambient, like 8 percig körülbelül. Hát, pont ettől lehetne izgalmas. Hát jó, csak ilyenkor tudod, az van, hogy ha ezek vannak, ezek a szintis betétek, akkor mi történik a színpadon közben? Igen, ez a része, ez majd nehezebb kérdés. Mert ugye felmerül mindig, hogy miért nincsen szintis. A zenekarban lehet egy élő billentyűs, de hát teljesen fölösleg, így is 80 vagyunk. És igazából az élő szinti, az nem tenne hozzá, ez csak elrontaná, mert a HD-ről megy a szinti, ami eleve programozva volt, tehát az sose volt élő, a nagy része. Tehát ez csak bonyolítaná még jobban a hangzást, meg a hangképet, meg még több hiba lehetőség lenne. Igazából teljesen fölösleges egy élő billentyűs még a színpadra. Nem is férne föl. Hát igen, mondjuk azért ezt a produkciót mozgatni, azért hát elég limitált, nem is lehet akármilyen fesztiválra elvinni. Hát próbálom úgy csinálni, hogy minél egyszerűbben, de így is nagyon bonyolult.
Hát oké, csak hát mondjuk igen, tehát azért, ami itt történik a dalokban. Nem lehet mindent teljesen ugyanúgy megcsinálni. Nem is kell. De nem is kell. Tehát tök érdekes, hogy nem olyan rég voltam egy koncerten, ahol egy konceptlemezt végigjátszottak elejétől a végéig, és így érte olyan kritika a koncertet, hogy hát nem olyan volt, mint a lemezen. Hát akkor hallgasd végig otthon a lemezt. Tehát, hogy... Igen, de nekünk nem is lehet ez ráadásul, mert nagyon sok helyen másik énekes volt a lemezen. Ugye én játszottam föl, nem élő dob volt, hanem programozott dob volt mindig. És egy nagyon sok faktor változik, és én nem is akarom, hogy teljesen ugyanolyan legyen, hanem hogy legyen jobb. És sokszor jobb is, mint a lemezen. Mikor a mezolitot hallgattam, ott felmerült bennem az a kérdés, aztán ha válaszolsz rá, válaszolsz, ha nem, utólag módosítottad akkor valamit a sávokon? Kellett egy csomója módosítani a sávokon, mert például az egyik blogban a basszust egyáltalán nem vette föl a rendszer, valamiért egy full süket csönd volt, aztán kihagyott a mikrofon, volt, amíg a gitár beszaggatott, a kábellel volt probléma. Tehát egy csomó mindent javítani kellett, nem mindent, de voltak sávok, amiket muszáj volt, mert így nem lehetett. Tehát az egy dolog, hogy élőben mit hall az ember, ott az másról szól, ott az energiáról szól. Persze. Meg az egy másik dolog, hogyha ezt az ember rögzíti, és akkor nem azt akarja visszahallgatni egymás után 50-szer, hogy sípol a gitár a bal oldalon végig. Igen, csak már, hogy tudod, ugye mindig mennek a megfejtések a koncertlemezek alatt, hogy na most akkor itt utána rögzítve a stúdióban, nincs utána rögzítve a stúdióban. Vannak benne javított dolgok, amiket egyszerűen technikailag muszáj volt javítani. És nekem is ez derül eszembe, hogy mikor ugye tínédzser voltam, akkor jött a Rock in Rio Maidennek, és ott is van egy ilyen legenda, hogy most akkor újra van énekelve, játszva, nincsen, ez az, de hogy így egyszer a... Engem ez nem nagyon érdekel. Én például emlékszem rá, hogy van a Metallica-nak a moszkvai koncertje, a repülőtéren az a 91-es nagyon íres koncert, és van a Creeping Death, ami a YouTube-on fenn van, és iszonyatosan jó, nekem az egy kedvenc koncert klippem. És egyszer valahogy elém került teljesen ugyanaz a felvétel, meg kicsit más vágás volt, és más hangra, azt hiszem keverőpultos hang lehetett, vagy valami más, tehát nem a hivatalos kiadás. És így teljesen más volt az egész. És sokkal rosszabb volt, nyilván, mert nem voltak így balanszírozva a dolgok. Meg a szólóban az se pont úgy volt, ha jól hallottam, nem vagyok benne biztos, de úgy tűnt, hogy valami nem olyan volt, mert milliószor meghallgattam előtte a másikat. És arra gondoltam, hogy de ez nem is érdekes, mert az volt a lényeg, amit először hallottam, amit kijavítottak, igen, és megcsináltak, mert nekem az volt egy ilyen személyiségformáló erejű felvétel, és igazából teljesen mindegy az, hogy ez 100%-ig ott történt-e vagy nem, mert a hatása a lényeg. Abszolút, teljesen egyetértek. Nekem ilyen volt a rock kérdő, amikor kezdtem magyarázni egy ismerősöm, hogy de hát az oké. Rendben, ettől én még nagyon szeretem. Tehát... Igen, tehát hogyha van egy sztori, akkor nem az a lényeg, hogy az tényleg úgy történt-e vagy nem, hanem hogy van egy jó történet, az fontosabb, mint a valóság. Te, amikor éppen nem írsz zenét, és nem készítesz dalokat, meg lemezeket, akkor szoktál amúgy hallgatni zenét? Hát szoktam. De sajnos nem olyan nagyon gyakran. De szoktam. És ilyenkor a kedvencekhez nyúlsz elsősorban, vagy mindig próbálsz keresni, kutatni újdonságokat? Meg szoktam hallgatni, hogyha mindig. Tehát, hogyha van valami, ami elém kerül így Facebookon, vagy valahol a neten, akkor én úgy szoktam belehallgatni mindenbe, hogy tudjam, hogy ki mit csinál, mert érdekel. De mit hallgatom utoljára? Amit így aktívan és magamtól... Az új Metallicát hallgattam meg például, hogy most legutóbb a Sear Blitzt hallgattam, de az is szintén véletlenül meg kedvem szottyant. És mit szólt az új Metallicához? Meghallgattam vagy háromszor, de azt még meg kellene hallgatnom, csak nem vagyok benne biztos, hogy fontos. Mert nekem az előző az tetszett, ez a mostani itt is volt, ami tetszett, csak így most valahogy nem biztos, hogy nekem ezt erőltetnem kell, úgy gondoltam. Nincs vele semmi különösebb problémám, csak kicsit olyan
fölöslegesnek éreztem most ezt, hogy ugye ez 70 perc, hogy 70 perc, hogy mennyi? 77. 77 perc, és akkor végighallgattam egyszer, aztán még egyszer, és akkor akartam, nagyon akartam szeretni, hogy akkor még nekiindultam, és de most már nem tudom, hogy akarom-e még egyszer meghallgatni, mert voltak dalok, amik nagyon tetszettek róla. De összességében úgy gondolom, hogy, és szerintem ez a zenekar, nyilván a zenekar ezt direkt csinálja így, hogy ez a rendkívül hosszú formátum, ez egy kicsit fárasztó ezzel a fajta zenével, mert kicsit kompaktabban jobban működne. Nem nagyon, de egy kicsit úgy gondolnám. De szerintem ez már nekik hát a Lód is már ilyen volt, ugye nagyon hosszú volt. De például a Lódot én imádom, az első utolsó hangig. Én azt nagyon szeretem. De onnantól kezdve ez volt, ez a 70 perces lemez hosszú. Mindegyik. És ők nyilván tudatosan csinálják, meg ezt szeretik. Tehát ez egy ilyen dolog. Én úgy érzem, hogy kicsit kompaktabban, jobban működne ugyanaz a zene. Mert egyszerűen nincs benne annyi. Mindig így meg is kapják, tudod, hogy hát 77 perc, miért nem szedték két fel, és lett két külön lemez. Tehát két külön lemez, a Lódból meg a Reloadból is két külön lemez lett, és akkor szerintem a Reload az meg már ilyen maradék lett. Tehát tényleg az, és még az is 70 perces volt, vagy 75. Ja, az is nagyon hosszú, igen. A Reloadot összességében lemezként én sem szeretem annyira, de ott vannak ott is nagyon jó dalok. Igen, csak ugye elfogyott ott a szusz. És egyébként az, hogy bennük ebből a fajta zenéből ennyi volt összesen. Mm. És azért nem is játszottak többet utána olyasmit. Amit én sajnálok, de például az pedig egy tök, hogy megcsinálták ezt, és akkor ezt befejezték ezt a dolgot. De meg kellett csinálni. Nekem valamilyen nagyon működik az új, nekem az előző nem működött annyira, és ez most valamilyen nagyon. Fura, mert hasonló egyébként, nem? Teljesen. Még úgy is szól. Igen, teljesen úgy is szól, meg így a dalok is hasonlóak, minden ez a, hogy mondta Posta Jani, a Hammer szerkesztő, hogy Load Wide, the Self-Destruct, vagy valami ilyesmi. Ilyen, kicsit ilyen összekötött a kettőt, valahogy úgy. Az a helyzet, hogy igazából az undergroundban sokkal izgalmasabb zenék vannak nyilván. Tehát nyilván nem a Metallicától kell várni azt 60 évesen, hogy valami forradalmit csináljanak. Mi volt az utolsó olyan zenekar, vagy zene előadó, amit hallottál, amire úgy gondoltad, hogy igen, ilyet nem hallottál még korábban? Volt-e ilyen? Mostanában. Mindig érdekes kérdés nálam, mert sokszor van, hogy belefutok egy-egy ilyen előadóba, akire azt gondolom én, hogy valami tök új dolgot csinál, és akkor már kacogtatja a vállamat egy ismert, hogy figyelj, már ez meg ez 10-20 éve eljátszotta ezt, és így. Nem tudok mondani, hogy olyat, amit még nem biztos, hogy van. És olyan, ami neked frissnek hatott, és mondjuk meglepett, és azt mondtad, hogy hú, ez nagyon jó. Mostanában? Vagy? Kicsit hát az elmúlt 5 évben mondjuk. Hát igazából az a baj, hogy én nagyon sokat hallgattam a 90-es évek elejé underground, extreme metal szinteret, és nekem ott vannak ezek a teljesen, az időszak volt az, amikor olyat hallottam tényleg, amit előtte nem. Amikor nagyon sok zenekar kísérletezett olyan dolgokkal, amik nagyon újszerűek voltak, és ahhoz képest én nem hallok mostanában olyan forradalmi dolgokat, mint ami akkor volt. Még érdekes, hogy ezt én mindig így gondolkodom ezen, de hogy utoljára szerintem talán 20-on pár éve történt olyan a zenében, amire így felkaptam a fejemet én, és azóta nem történt semmi olyan, ami... De biztos, hogy történt, csak én annyira már nem vagyok rajta ezen a dolgon, vagy nem veszem észre, nem jut el hozzám. De az viszont az nem lehetséges, hogy így megállt a fejlődés, mert ez mindig változik minden. Biztos, hogy nem, igen. Tehát én is inkább ebbe látom a megoldást, hogy engem kerül el. Pedig próbálom keresni mindig csak. Mert hogy régen, akkor a 90-es években én is azért sokkal fiatalabb voltam, meg más volt a zene is, maga a zenének az útja a hallgatóhoz is teljesen más volt. És nyilván engem akkor fogott meg ez a dolog leginkább. És ha most lennék olyan idős, tehát mondjuk 18 éves, akkor a mostani zenekarok lennének olyanok. Amit most hallok, úgy általában a metal, meg az a mainstream metal, az, hogy minden baromi jól szól, csak teljesen egyformán. Amúgy igen. Ez abszolút egyetértek. Meg legtöbb ször egy-egy adott stílus vagy műfaj, meg tök ugyanúgy szól minden. Hát igen, nyilván megvan a technikai oka, hogy a pluginek, meg a stúdióban azok a
settingek, amik mindenre ráhúzhatók, ki vannak tényleg maximalizálva, és akkor így ez azért történik. Tehát régen emlékszem rá, hogy tehát még azok a mikor thrash metal zenekarok is például, hogy volt a sima hagyományos thrash metal, hogy volt a Slayer, meg a Metallica, meg a Dead Creature Testament, ezek mind teljesen különbözően szóltak. Az ének teljesen más volt mindegyiknél. Másmilyen volt a zene, egyből felismerhető volt, hogy melyik zenekar mit játszik. Még egy ilyen alap egyszerű stílusban is, mint a thrash metal. És ma már ezt így nem hallom. Na most már nagyok is valamilyen szinten összefolynak kicsit. Igen, nem, ez nem csak nem a zenekarokra vonatkozik, hanem arra az időszakra. Hogy akkoriban még ez megvolt, hogy a saját soundja tényleg megvolt, a markáns soundja minden zenekarnak szinte. Akkor is volt egy csomó olyan, ami olyan volt, mint ez vagy az. De a nagy zászlóvívő zenekarok mind teljesen másképpen szólaltak meg. Szerinted mennyire lehet most 2023-ban egy metal zenekar mainstream? Aki nem a Metallica nyilván mondjuk, meg ezek az ős hatások, meg ős kedvencek. Nem tudom, hogy nyilván annyira már nem tud mainstream lenni, mint 90-es évek elején, amikor Guns N' Roses-t még a nagymamám is ismerte, de tényleg. Persze. Tehát a tévében is ez ment, főleg a tévében ment, a rádióban, mindenhol. Úgyhogy ez a világ, ez elmúlt. Most, hogy ez nyilván jó vagy nem jó, ezt nem nehéz megmondani. Valamilyen szempontból nem jó, valamilyen szempontból ez nem, egyébként nem fontos, hogy legyen ilyen. De hát nyilván változott a közeg, és emiatt ez a zene, ez már nem annyira tud népszerű lenni. Szerinted a Taika the Falk meddig juthat, mint zenekar? Addig jut el, ameddig csinálom én. Nem, nincs ilyen tervem, hogy vagy egy ilyen kép előttem, hogy mit kell elérni, vagy nem, mert eddig mindig is ez volt, hogy ez volt a lényeg, hogy csak ha van kedvem, akkor ezt csinálom, és hogy eddig volt, és akkor most több ilyen szerencsés együttállásnak köszönhetően most eljutott valahova, de hogy ebből most jövőre hol lesz, nincsen, fogalmam nincsen, de én nem is foglalkozom ezzel. Azt hittem, hogy befoglaltátok 2025-re az arénát, vagy valamit. Nem. Van 24-re már van egy dátum, ami egy tök izgalmas helyszín lesz, csak még nem lehet megmondani, de hát ennyi, hogy de hát ez nem terv. Tehát persze. Nem stratégia, csak tudom, hogy van már egy dátumunk 24-re, ami jó lesz. De nincsen ilyen cél, amit el kell nekünk érni. Hogyha nagyon rejtélyesen, mert nyilván most ugye, mikor beszélgetünk, akkor még az Alföld sem jelent meg, csak mire megjelenik az adás, fog megjelenni, vagy nagyon közel a megjelenése. De ugye egy pár mondatban azt meg tud nekünk mondani, hogy az Alföld utáni lemez milyen lesz? Az olyan lesz, hogy az megint egy nagyon sok éneklős, kísérletezősebb, színesebb lesz. Most azt akartam, mert így az egyik az rendesen rajszínzene lesz. Az egyik dal. Az azt hiszem, hogy vakond. Ezt elmondhatom. Óriási. Van-e még olyan, amit meg szeretnél ezzel a projekttel valósítani, és még nem került rá sor? Nem tudom. Hát majd kiderül, hogyha megcsináltam. Nem, nincsen semmi a fejemben ezzel kapcsolatban. De mindig az van, hogy ami most éppen ez, hogy az utolsó lemezt, ezt kell majd lekikeverni. Utána majd, hogyha ez megvan, akkor valami lesz, de fogalm nincs, hogy micsoda. És hát nem tudom, hogy hát éppen ez izgalmas ez a dolog, hogy nem tudom, mi történik holnap. Ugye a kiadványok tekintetében is mindig elég előremutatóak vagytok. Sokféle formátum jelenik meg, sokféle színes vinil, vagy ugye jött a köd utána, milyen gyűjteményes CD kiadás ez az. Ezeknek a tervezésében te mennyire szoktál részt venni? Hát ezeket én csinálom mindig. Tehát én ezt nagyon élvezem, hogy ezt is meg tudom tenni, és akkor ebben nem szokott beleszólni senki sem. És hát így azt csinálok, amit akarok így a grafikák terén is. Szabad. Nincs más, aki megcsinálja. És én ezt élvezem, most már meg is tudom valósítani, és akkor ezt így ebben én nagyon szeretek illubickolni, hogy akkor ilyen kiborító, meg amolyan vinil, ki kell választani a színt, meg a mintát. Ez jó játék.
múltkor volt fent nálam a lakásban egy ismerősöm, és így levette a polcra, hogy utána, hogy ez milyen könyv. Mondom, nem könyv, de mondom, óvatosan nézeges, mert ez édesik. Ha baja lesz, akkor nem hagyod el élve a lakást, és így nézegette, és mondta, hogy csodálatos, hogy ilyen kiadványok vannak. Ó, mondom, de még milyenek. De azt nem én találtam ki, az a GSP-nek az ötlete volt, ilyen hülyesség szerintem, hogy ez, hogy egy ilyen CD... Mi volt az CD gyűjtemény, 13 CD van benne, de hát ilyet akkor szoktak csinálni, amikor az ember vagy meghalt, vagy nem csinál többet semmit. Tehát ez ilyen karrierlezáró dolog, mert utána egy évvel később már megjelent két lemezem. Tehát így, én nem is értettem, hogy miért kell, ők akarták ezt. Tudom, hogy jó, hát akkor. Mert szép, gondolom azért. Meg jó drága. Meg nem is lett az annyira jó, mert ezt nem csináltak korábban, és túl vastag lett. Nem lehet kinyitni rendesen. Nem tudom, nekem nincs olyan probléma. Kinyitottad rendesen? Igen. Jó, neked. Én nem mertem, mert így nagyon szorult. És verseskötet esetleg valamikor? Hát de kijött ez a, volt valamikor 2003-ban, ez a távolodó, aztán meg ugye volt ez a dalszöveggyűjtemény, amiből lett három kiadás, de hát az a nem vers, azok dalszövegek. És akkor az hiszem a naív idején, naív után jött ki, tehát az van benne, az ott, vagy az, nem, most bocsánat, nem tudom, hogy az 2020-on valamennyiben volt, mindegy, az ott, hogy hány lemez, ami jelent meg, még kettő. Azok nincsenek benne, de most fölösleges megint kihozni, majd hogyha, mit tudom én, meg lesz 10 lemezem megint, akkor majd utána, hogyha érdekel valakit még. És akkor nincsenek ezek szerint olyan írásaid, amik nem kerültek lemezekre, vagy nem? Nincsenek, nem. Általában, ami van, azt befogatik a dalszövegnek, hogyha van valami. Most, hogyha a teljes Tájkot a Fag diszkográfiát nézzük, jelenleg éppen melyik a kedvenced belőle? Nem tudom. Én azt külön szoktam szeretni, hogyha így megkérdezik, akkor azt mondom, de azt is olyan régen hallottam, hogy lehet, hogy már nem is olyan jó. Ugye legutóbb is ezt mondtad, és azért voltam kíváncsi, mert... Ezt mondtam akkor is? Igen. Akkor legalább ugyanazt hazudom mindig. Hogy tudod, így végighallgattam most az elmúlt két hétben, hogy végighallgattam a diszkográfiát, így az új lemez kapcsán, és hogy még nekem is mindig az a kedvenc. És hogy ilyen, én tökörültem neki akkor, hogy azt mondtad, mert hogy az... Szerintem az új egyébként ahhoz hasonlít egy picikét a hozzáállásában. Tehát mert az Kürra rengeteg után jött ki, ami nagyon slágeres, ilyen szinte folkmetálos volt, és akkor ott még Attila énekelt, és utána ő elment, és nem volt tiszta ének, és akkor nem tudtam, hogy mit csináljak, és akkor csináltam egy black metal lemezt, ami így szó-szó, így black metal, és szerintem kicsit hasonló helyzet a mostanihoz is, hasonlít mostani helyzethez is ez a lemez. Itt volt ének, hogyha akarnám, de most nem volt kedvem ahhoz, hogy ilyen nagyon dallamos legyen, és akkor ilyen durvább lemezt csináltam, amit nem nagyon vártak, mert mindenki azt hitte, hogy majd még ilyen progresszívebb lesz a dolog, és akkor nem lett az. Hát de pont ez a jó a progresszivitásban, és nem, hogy bármi belefér, kvázi. Tehát főleg a regresszió. Én regresszió híve vagyok most már. Szerintem amúgy, ha azt nézzük, akkor így az Alföld teljesen illeszkedik a sorba. Tehát, hogy így néha egy szigorúbb lemez becsúszhat. Hát jó, oké. Ez az a jó. Én azt szeretem, nem tudom, én így rájöttem, hogy tényleg én a riffet azt szeretem. Tehát annak van ereje is. Vagy nem tudom, vagy lehet, hogy ilyen midlife crisis ez, vagy nem tudom, hogy még utoljára még megmutatom, hogy tudok zúzni. De nem tudok rendesen zúzni, mert van benne olyan szám is, ami nem, mégiscsak ilyen nyiknyak fuvola van benne, meg ilyenek. Jó, hát. Csak nem bírtam ki. Jó, hát figyelj ezt. Pedig még rövid is, tehát direkt, hogy elférjen egy vinire, direkt csak 45 perc alatti, hogy ne dupla legyen, hogy tényleg rövid legyen, de még akkor is bele kell kerülni egy ilyen marhaságnak. Ez a fúvalom benne leszembe jut, amikor a Metal Factory-n mondtam egyik címborámnak, hogy ne menjél még aludni, mindjárt kezd a Surblizz, gyere nézzük meg. Mi az? Tök jó Black Metal, gyere. Nem, gyere. Mentünk, és tudom, hogy először jött fúvósban, így rám néz, azt mondja, hogy úristen. Tehát nem azt mondtad, hogy black metal, de... És így tátott szája végén, ezt azt mondja, hogy az nagyon jó volt, mondom, ugye? Nem tudom, én nem ennyire aludni. De ez pont nem olyan hasonló, mint a Sirbiszben, hogy akkor tényleg ilyen
ilyen hasonló, hanem egy kis... Oké, de figyelj, de teljesen jó illeszkedik bele, tehát, hogy itt legalábbis... Kihagyhattam volna. Micsoda? Kihagyhattam volna, hogy utólag így hallgattam, aztán ez nem elég kemény. Jó, de hát most, na, nem lett mindig minden kemény, nem? De hát, de néha kéne. És akkor nem az a baj, hogy nem, csak nem sikerült megcsinálni azt, hogy akkor legyen egy lemez, amit elejétől végéig Gigi. Na, majd akkor jön egy tudom, Kátai Tamás remix, és akkor arra majd lehagyod. Jó, majd az újrakiadásom már nem lesz rajta. Az a sáv véletlenül elveszett. Beszaggatott. Tudod, kontaktos volt a gitár. Idén mi várható még? Idén? Hát idén, hogy milyen szinten. Koncertek, ilyesmi? Az várható. Ugye Orfűn játszunk, a Fishing on Orfűn június 30-án, az akkor gondolom, akkor még előtte vagyunk. Igen. Meg a Fekete Zajon játszunk augusztus végén. Igen. Meg játszunk majd még, amit majd mire egyszer majd kiderül, hogy hol, de még idén játszunk még. Jó, oké. Okay. Hogyha az adás publikálásáig kiderül, akkor beteszem majd a leírásba. Jó, feltétlen. Most még itt nem mondjuk nagy kihelyesség. Azért nagyon jó lesz, azért nagyon jó, nagyon iszki lesz, főleg, hogy nem egyedül játszunk majd, hanem majd lesz vendégzenekarunk, és azt mondtam is, hogy szeretünk ilyen fura, vagy ilyen érdekes vendégzenekarokkal játszani, és ez az lesz. Azért ez jó felcsigázós végszó, hogy akkor tessék követni a Tájkot a Falk oldalát, hogy első kézből tudjátok majd meg, hogy mi lesz ez a párosítás. Uh-huh. Tamásom, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Szívesen, köszönöm szépen. Hallgassatok meg az Alföldet, írjátok meg kommentbe, hogy mit gondoltok róla, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, mit mondtok. És kövessétek Tamást, illetve kövessetek minket. Ha szeretnétek támogatni az adást, illetve a csatornát, nagyon szép új pólókat tudtok venni a shopban. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, hallgassatok minket a jövő héten is. Sziasztok! Köszönöm.